A mérnöki kamara honlapján minden hasznos információ megtalálható az ingyenes energetikai tanácsadásról. Számos szemléletformáló műszaki információ mellett a tanácsadás fülön keresztül letölthetőek a szakmai segítséghez szükséges adatlapok. A járványhelyzet valamennyiünk életét megnehezíti, így a mérnöki kamaráit is, és ezt a tanácsadást csak így online felületen tudjuk biztosítani, de szeretnénk azt, hogy ha lehetőségünk lesz, akkor személyes találkozással is megoldható legyen ez a tanácsadás, hiszen ez egy nagyon fontos szolgáltatása a mérnöki kamarának, mert szeretnénk átadni azt a tudást, tapasztalatot, amivel a szakembereink rendelkeznek, és ebben segíteni szeretnénk a lakásépítőknek, a lakásvásárlóknak, a lakásfelújítóknak, de a vállalkozásoknak is a tekintetben, hogy megfelelő úton tudjanak elindulni az energia hatékonysági fejlesztések, energia megtakarítás területén. Az energetikai tanácsadás célja, hogy az ingatlanok esetében hatékonyabb és gazdaságosabb legyen az energiafelhasználás. A tanácsadók minden kérdést egyedileg vizsgálnak meg, és segítséget nyújtanak az energiahatékony és költségkímélő műszaki megoldások érdekében. A tapasztalatok azt mutatják, hogy eddig a lakás és épületfelújítások kapcsán keresték meg leggyakrabban a kamarát. A kérdések az épületek fizikai jellemzőire irányultak. Akár szigetelés, ablakcserére vonatkozó javaslatok, vagy akár a gépészeti és energetikai rendszerük felújítására vonatkozó kérdések is, tehát a fűtési rendszerek, adott esetben napelem, napkollektor telepítési kérdések, tehát ezek a jellemzőek, amelyek elsősorban a tanácsadóknál jelentkeznek, hiszen azért ne felejtsük el, hogy ez a jelenlegi felújítási lakás vagy ingatlan felújítási támogatás azért megmozgatta a piacot ezen a téren. Ennek mi örülünk is, és szeretnénk, hogyha az erre fordítható kereteket minél nagyobb mértékben energetikai fejlesztésekre fordítanák, mert ez nem csak a pénztárcát, az üzemelési költséget, hanem valahol a környezetünk fejlesztését, fejlődését és védelmét is eredményezi. A kamara igyekszik minden kérdésre válaszolni, de a tanácsadás nem jelent tervezői munkát. A szakmai segítségről egy emlékeztető dokumentum készül, amit az érdeklődő készhez kap, így összefoglalva láthatja a tanácsadás eredményét.